el vagyok maradva a videókkal. Most voltak rám, hogy csináljak videót. Na hát, nagyon jól állunk a kis villával. Tulajdonképpen már a berendezést kezdtük el hordani. Mutatom. Ebben vannak az ajtók. Csajok elkezdték ültetni a virágokat. Mennek a virágültetések. Banda jelek. Kész a medence. Ide várunk még egy kőfaragás, mindjárt mutatom, hogy miért. Világítás, most kötik be ide világítást. Ide csinálunk most egy két tetőt, két fotel és egy asztal. Ugye elkészült ez a kinti konyhaszerű rész. Hűtő, fel lesz egy ilyen gázos sztori. Mikor ott befejezik, úgy szép lesz. Ott lesznek, lesz citromfű, ugye? A szúnyogok miatt. Meg az a papagájvirág, ha jól emlékszem, az a neve. Ugye azok viszonylag magasabbra is meg tudnak nőni. Szintén itt is ugyanazok lesznek. Az be tud sűrűsödni egy pár hónap alatt. Küszöböt most csinálják. Van egy gyönyörű szép faragott ágy. Most hozzá beépen a komódot, vagy csak a két éjjeli szekrényt. Szerintem a héten felkerülnek a függönyök. Virágokat ültetik. Hátra betörődik. Ez egy csobogó. Ez egy buta csobogó. Ezek a kőfaragások, amiket említettem. Jó, hogy ennek a neve, hogy Villa Bambusz. Ezért bambusz motívumos faragások kerülnek be. Oda készül az asztal. A panel felrakják ide, és tulajdonképpen készen is vagyunk. PC bekötés. Ups. Na, szerintem teljesen jól állunk ezzel. Nagyon-nagyon szép lesz. Nagyon szép. Ismerősünk ennek, aki nem megmutattam, azt mondta, hogy nem gondolta, hogy a nagy villát te meg tudjuk olyan szépre csinálni, mint amilyen a nagy villa. Hát szerintem semmi nem sokkal lesz lemarad. Gondoljatok, hogy az nem sokára beindítjuk a csobogást. Lajos bácsi, ez jó féle lett. Hát ugye, ezt akkor zárjuk majd le, mikor már minden bent van, mert az elmű rossz helyre szerelte a villanyórát. Úgyhogy mondtuk neki, hogy hozzáállt ide. Kerti butor. Nem szép. Nem tetszik.